Már mindenféleképpen jól indult a Nyíregyháza Kisvárda összecsapása a labdarúgó MB2-ben, hiszen valamennyi osztály tekintve a Szabolcsi megye székhelyre látogatott ki a legtöbb néző, egészen pontosan 4238. A Nyíregyháza keretéből sérülés miatt továbbra is hiányzott Rudolf Gergely, helyette Kesztyűs Barna kapott lehetőséget. A Kisvárdában pedig Délceg léphetett pályára a középpályán, a sérülése miatt a cserepadon kezdő Oltán helyett. A két csapat elmúlt mérkőzései nagy taktikai csatát hoztak, az előzetesek alapján ezúttal is erre lehetett számítani. A hatodik percben Dragón Eri ramodott meg a bal szélen, lefutott a védőjét, ám Zöldesi jól mozdult ki kapujából és hárított. A várdai válaszra sem kellett sokáig várni, egy gyengébb lövési kísérlet után a 13. percben Misics kínálta meg 28 méterről a hazaiaknál csapatkapitánnyá előlépő Jovát, akinek a lövést még sikerült a léc alól kiszednie. A 30. percben Lukasz vágta előre a labdát, Kelemen luftot rúgott, Igyilics léphetett ki, középre passzolt labdáját azonban Délceg felé pörgette. Néhány percre rá aztán már a várdai kapu előtt adódott veszély, Kártik volt a labda útja, majd egy csel után lövés 14 méterről, de Zöldesi nagyot védett. A Sparia a hosszú indításokra alapozott, több jó megugrásuk is volt, különösen Dragóner volt aktív. Az egyik ilyen indítás alkalmával Zöldesi hozott szívbajt a vendég szurkolókra, amikor egy hosszan előre játszott ívelésre rosszul mozdult ki, de szerencsére a labda nem a kapu felé tartott, hanem az alapvonalon keresztül hagyta el a játékteret. A játék részvárdai helyzettel zárult, Ilics visszagurítását Misics küldte 16-ról laposan kapura, Jova azonban védett. A második játék részben inkább a küzdelem dominált, mindkét edző taktikázni próbált a cserékkel, a nyíregyháziaknál a hazai szurkolók nagy ovációja mellett Bajzát is pályára lépett a 84. percben Rezes váltotta. A következő percben azonban a várda csere csatára Gosztonyi perdített szépen Ilics elé, aki szépen fordult le, Jova azonban jól lépett ki a kapujából. A meccs végén még egy Spari kapufa is akadt, azonban Bajzát lesről indult, így hiába lett volna gól az akció végén. A mérkőzés végül meglehetősen jó iramot, nagy küzdelmet és taktikai csatát hozott, gólt azonban nem, így 0-0-val ért véget a megyei rangadó. A hazaiak vezetőedzője hiányérzettel zárta a meccset, szerinte győzniük kellett volna. Azt gondolom, hogy még annak ellenére, hogy rendkívüli taktikai csata volt a mérkőzés, még talán a közönség is jó szórakozhatott a nagy helyzetek alapján. Ilyen érzetem van, mert meg kellett volna nyerjük a mérkőzést egyértelműen. Tehát azt gondolom, hogy a pályán az történt, amit mi akarunk. Tudatosan átfogadta a területet, próbáltuk a labdaszerzéseket oda helyezni, ahol utána sebet üthetünk, sajnos meg kell ilyen szintű zicsereket be kell tudni egy ilyen rangadó, ha meg akarjuk nyerni. De ettől függetlenül gratulálni szeretnénk a csapatnak, mert rendkívül tudatosan és okosan futballozott. A vendégeknél Kondás Elemér a gólt hiányolta a mérkőzésről, és a pontatlanságokat emelte ki. Igazi rangadó volt. Szerintem jó iramú mérkőzés volt, harcos játék folyt a pályán, viszont sok hibával mindkét részről szerintem, ezért nem tudtak kialakulni igazi nagy helyzetek. Mi is előrefelé játékban pontatlanok voltunk, mint szoktunk, és az utolsó passzok egy picit hosszúak voltak, egy picit lekéstünk róla, és ezért nem tudtunk gólt kialakítani. Ugye itt végén volt az Ilisnek egy zicsere, amikor kilépett a kapusra szembe, és nem tudom, elhagyta a labdát, vagy rám lépett, vagy nem tudom, mi történt. Ebben volt talán olyan a mérkőzésen, ami eldöntette a találkozó sorsát. Szerintem mind a két csapat nagyon szervezett volt, hazaiak is nagyon fölkészültek, és amit mondtam is az elején, hogy egy igazi megyei rangadó volt. Nem csak megyei rangadónak felelez meg, hanem szerintem az említett rangadójának is. És örülök neki, hogy nagyon sokan kilátogattak szép számú közönség előtt. Ebben a mai mérkőzésből igazából a gól hiányzott valamelyik csapat részéről. Mi abban bíztunk, hogy a mi részünkről születik majd meg ez a gól, de sajnos nem sikerült. A döntetlennel maradt a két csapat között a 10 pontos különbség a tabellán, a Kisvárda 30 pontjával továbbra is a második, még a Nyíregyháza 20 pontjával a 7. helyen áll. A Kisvárda szombaton a Dorogot fogadja, még a Sparia a Siófoknál vendégeskedik majd vasárnap.